Bea, nekem még egyszer valaki azt mondja, hogy én menjek ilyen tarsos játékba, vagy mi ezért, vagy milyen játék volt ezért, akkor ezt felkötöm. Fárcsó! Engem ma hívhatna még maga Michael Jackson is csor, aki van, nem? Mi akkor sem nélik olyan tarsas, pars tarsóba vagy miben én. Egész éjszakeremet, ide jó volt. Ki akartál menni? Ki akartál menni? Hát én akartam elmenni. Ki akar győzni? Én akartam. És ki hisz tizedbe? Én. Na, ennyi. 20 éve így vagyunk egymás mellett, és nem tudta tovább vinni. Basszus, ezt tudod, milyen ciki? Mi ciki? Hát az a ciki, hogy aki nincs együtt 20 éve, az ment tovább. Az, aki egy éve házas Bardosi, az megnyeri. Az! Az a ciki! Hogy abban ismeri ő azt a nőt, aki egy éve a felesége, mint te, engem, aki 20 éve vagyunk párkapcsolatban alja. Eveli Virág, gyere, mert anyádi 10 év tárt előadást! Gyerekük sincsen meg, semmi, ez mindenem. Biztos nem is vitatkoznak ennél. Hát de rakni 49 kiló, nem annyi mint te. Hát, hogy jaj, akkor azért nem nyertünk, mert én nehéz vagyok, mert én kövér vagyok, magyarul. Igen, azért nem nyertünk, mert én kövér így vagyok. Így van. Kimondtad? Igen, ezt csak azt én nem akartam kimondani. Te rakni nagy szavik, hogy ki van száradva az a rakli. Azért nem nyertünk, mert én kövér vagyok. Hát mi én annyit tettem. Ezt kikérem magamnak. Kikéred magadnak, lányom, gyerünk, kikéred magadnak. Te is 49 kiló lettél volna, akkor nyertünk volna. Hát te tudtad, hogy nem annyi vagyok, hogy többet kell rapakolni erre a kurva Evelyn! Na, mi csodálkozol, hogy kövér. Minden megy vagyok. Na, te is vagy ezt, lányom, gyerünk! Eszik a bandolkóval. Csáj, nem unod még? Mit várják még? Nem unod még? Ma kb. Egy óra hosszája beszélgetsz. Hát, én is így csinálok majd. Hát állandóan Andorkával beszél. Jó, te hazajött állandóan telefonál. Te, ha Andor 30-as, akkor ingyen beszél vele. Jó, van akkor. Ennyi. Csáj, gyere, de mit várják ma? Mi hardosod a kezed egy csajén, eddig is így sem ma. Mondom, te miért az Amerika? Mondd, hogy itthon se lenné velünk. Ide gyere ma a csajén. Gyere ma ide én. És most megy kifelé. Hát gyere ma, hát gyere ma. Add majd nekem, add majd el. Add majd nekem. Kereszte, add ide nekem, csak hardosod a kezedet, add ide. Jó, hogyha visszacsörülünk, jó, fél óra múlva. Fél óra múlva. Nagyon magyaráz. Apa, mi az, hogy magyaráz? Beszél, apa, nem magyaráz. Jó, köszönöm. Köszönöm. Mi az, hogy magyaráz? Apuka, jöjj ma be, hát hívtak. Hívtak? A valami műsorból. Mindig igen? Hívnak. Nézd meg, mennyi nem fogadottam már. Úristen. Te úristen. Nézd meg. Na gyere majd, de én szeretnék veled beszélni. Itt vagyok, de hallod, te ne sosem... zavarjál már most. Izzi, ma te választottad ezt a celebséget. Te választottad. Te meg most kihasználod. Hallod, nem kihasználom. Nekem abból van elegem, hogy mióta itthon van, nincs itthon. Komolyan mondom, mióta hazajött, egyszerűen telefon. Hát nekem ebből elegem van. Akkor minek jött haza? Azt mondd meg, hogy te mikor dobod el? Te mikor leszel a mennyasszony, mint Szandria? Én soha. Én megmondtam neked, én az életben nem fogok férjhez menni. Nekem gyerek se kell. Jaj, ne van. Hát apa, én nekem nem. Én nem leszel mennyasszony, mint Szandria. Dehogy is. Hát akkor én megyek, azt kötöm fel, mert az első megy fel. Akkor mehet. Kösed abban, mert mit esem, mint félhő? Nem, én nem megyek félhő. Nem, azt akkor ki fog nekem onokat? Hogy irány? Dehogy is, én már lefogytam, mint nem fogom az alakomat elrontani ilyen dolgokkal. Fogadj, már csak vékonyabb leszek akkor. Fogadj, hogy nem csinálhatok rakzit a jánom, nem? De te csináltál magadnak hatot? Hatot. Na, azt nem. Akkor miért beszélj? Hát ezt nem hiszem el. Az egy heted ilyen. Drága Kenny, akkor nem lesz volna kamsa? Nem, nekem nem kell. Nekem esküszöm, hogy halál komolyan. Internetről. Még te se fogsz szülni, Csajé? Le. Adj olyan krémet, Lici. Nem tudom, mire való, de nagy jó. Nagy jó. Nem tudod, mire való, de nagy jó. Ezt mondom, gyerekek, ebben a családban egy normális van. A kutya. Megint SMS ez a level, hogy megint nem figyelsz rám. Legalább rám figyelj ma, vagy telefonálsz, vagy SMS-ezel. Hát komolyan mondom, borzasztó vagy. Nem hiszem el. Komolyan mondom, minek jöttél te az Amerikába? Te itthon se lennél velem. De hogy is, apa, itt vagyok. Na, nagyon látom. Csak sok hülye írka. Igen, ezt még kell nekik visszaírni. Na most már megint ez kicsoda. Na, ki nem tudom, ami 30-as vagyok. Na, vedd ma fel. Igen. Szia. Szia. Most jó? Igen. Igen. Persze. Rá is érek most. Ja, hogy ne érne rá. Hogy ne, nem az apja van utazik, ő beszélget. Az apja nem fontos, a telefonon fontos, egész nap. Hát körülbelül igen. Egy olyan, hát olyan, fú, hát amikor legkövérebb voltam, mondjuk.
mondom neked, ilyen 16 évesen voltam, akkor voltam a csúcson, az én 96 kiló volt, olyan 30 kiló voltam körülbelül. Hát ugye személyedzőm van, heti 4-szer edzek vele. Mostanában sajnos még nem volt ennyire időm, mert elég elfoglalt voltam. Ó, hogy szakadjon. De amúgy mindig más, általában én kardiózunk, meg hasazunk, de általában ez a kettő, mert nekem ez a lényeg. Mert én comba vagyok erősen. Meg agyban. Mindig beszél, nem érdekli, hogy ott vagyok. Oké, hogy ma öreg vagyok, 40 éves, ma ciki vagyok, de jó lett volna beszélgetnünk az autópályán, de őt ez nem érdekelte. Hát Amerikában ott is ott mindig salátát ettem, soha nem ettem hamburgert. Akkor ugye ott, ha lemész a szupermarketbe, ilyen dobozos, tudod, izék van. Nem is jó a bót. Maradjál már csömbbe, az apu, mint állandóan nyomja a sükendőbe. Nem is jó ma a bót, a szupermarket. Oh my G. Tudod, ott előre fel van maga egy gyümölcsek, és nem is kellett azzal most nekem bajlódzani. Hát a bajlódzat ettem meg, joghurtot. Nagyon sok vizet iszok, amikor általában éhes vagyok, mondjuk csak egy liter vizet. Valami kérdés van, vagy valami, akkor nyugodtan, hát ez természetes. Persze, nyugodtan a padon, nem beszélgetsz. Köszönöm, természetes. Neked is. Köszönöm, szia. Na, még egyszer felveszed a telefont. Esküszöm az életem, hogy kiszállok. Mi van mennyi értesítő, amit telefonál? Én kiszállok, komolyan mondom, de mindenkivel beszélsz. Újságíró volt? Ja, ilyen tévés műsorban, amikor az kellett valami interjú, vagy mi az, ilyen előkérések. De most sajt vagyok, nem is nézem a telefon. Édesapám lehet picit úgymond féltéken, vagy nem tudom, hogy rosszul esik, hogy úgymond ő kezd kiöregedni, vagy én nem tudom, hogy én átveszem a stafétabotot, de én ezt egyáltalán nem szeretném. Eljövünk ketten, azt mi van? Azt, hogy végig beszélhetsz egész zenész után. Egész délután együtt leszünk, lesz még mind beszélni. De akkor ne hozd maga a telefonodat, de komolyan mondom. De mit akar? Mit apa? De ezt tudod mi? Mi? No mi? Hogy régen te voltam a fal másik végén. Most meg én vagyok. Jaj, én magad, hol visszadom, akarok lenni? A fal alatt lenni. De mindig amúgy arvel, hogy hát nem értem, miért nem örülsz, ennek van két szép, okos, értelmes lány. Van egy szép, okos, értelmes felesége. Ja, Istenem. És nem tudsz az apró dolgoknak örülni, akkor a nagy dolgokat meg ne várja, ha mondtam. Aki az aprót nem becsüli, a nagyot nem érte. Istenem. De ti mit szólsz ahhoz, hogy ketten ledobtunk közel, hát ha jól számolok, 90 kilót, közel, egy ember testsúlyát ledobtunk ketten. Hát ez, hogy mondjam, tehát ez a nagyszerű teljesítmény, bár mostanában nem nagyon láttalak. Nem, olyan szinten eluralt a pánik betegség, hogy egyszerűen nincs kedvem lejárni hozzátok komolyan. Ez nem tesz jót neki, mentálisan szerintem eléggé megzavarja. Dr. Gaspar, én legyen újra rendben. Pedig az edzés az egyik legjobb terápia. Ilyen család mellett hol tudok barátságos megoldást találni? Ne idegesítsd! Voltok ilyen család mellett. Mikor Evelyn beülök az autóba, akarok vele beszélgetni, azt mit csinál? A telefon állandóan. Ez barátságos megoldás, az anyja állandóan vonyít. Te mit telefonálod? Apa, nem tettek róla, ha keresnek. Te akartad, hogy ilyen celebb életünk legyen. Na. Mit csinálok-e, mint a salgiak? Eljöttünk, ajak megint összeveszni, és nem hiszem el. Akkor maradhattunk volna otthon is. Igen? Ja. Azt gondoltam, hogy ma egy apás nap lesz, ketten leszünk, tök lazak leszünk, nem csörög a telefon, de ebből mi lett rohanás? Végig az adom, Peti! Hol fáj? Has, láb, egy, kenék, mind is kettő. Figyelj, ez még nem az a gyakorlat. Nem ezt kell csinálni, apa? Hát mit kell csinálni? Hát, na, nézd. Igen, ezt én is megtudom, pedig nem vagyok ügyes. Jó, így oldalról behúzod és visszarakod. Mehet? Jó van, Peti, ne szórakozzon. Ah, Győzi, jön a következő vendégem, csináljuk. Elkapott ez a röhögés, meg hogy elkezdett ugyan feszítgetni, ez a... Hát, két végem volt. Lassan. De mi olyan érdekes? Nem bírom. Holán szétcsapott köztetek. Na jó, én megyek, engem nem érdekel. Röhögi azon, akin akarsz. Többet veled nem jövök. És jövök veled, meg csak szakadok. Ez mit lehet szakadni, hogy apa dolgozik, tornaszik? Itt aki bozont ott van. Igen, bozont ott van. Ha, itt van. De vicces vagy. Fú. Jó pofán röhög. Hát Istenem, én így tudok csinálni, így. Én egy kicsit showmenkedtem. Láttam, hogy neki ez nem jön be, de hát ez van. Tudod, mi a lényeg? Ez. Ez a lényeg, ez.
Hát most van végem. Én ezt nem mondom. Szervusztok, szia Peti. Tényleg körül kell jönnöm, most ennyi volt? Ennyi, befejeztem, nem tudom. Maradj, Gyuri, nekem mennem kell, nekem időm van. Nekem is mennem kell. Maradj. Hát öröm volt veletek a munka. Anton, most a téma egyébként viszonylag adja magát, tehát a napilapos ügymenet miatt. Ne, várjál. Hát ugye a napilapban ugye megjelent, hogy a apád elhatározta magát, hogy már pedig ő szeplőtelenül ad férjhez. Ne haragudj, nem ez lett volna az alapkoncepció, de mivel ezzel most már sikerült tele kiáltani alapokat. Ez az újságíró elég ilyen kompromitáló kérdéseket rakott fel, tehát a férjhez menés, meg ilyen hülyeségek. Aztán okosan kellett kapcsolni. Édesapám, ő még ilyen, hogy mondjam, nem ez az új gondolkodás, ilyen régi módi. Ő leragadta az ő korába. Úgymond tudod, amikor ő ugye 20 évesen házasodott édesanyámmal, ő itt leragadt, hogy a mai fiatalok ilyen szinten házasodnak, de szerintem tökre megváltozott. Ugye mostanában már a csajok is inkább tanulnak, ugye magukat tartják el, nem azok férhez mennek és főznek, meg leragadnak, család, gyerek, meg mindent, nekem ez nem. Hát előbb, amúgy már érted, belém fektettek úgymond ilyen energia, pénz, meg ilyenek, hogy most így elküldtek külföldre tanulni, akkor itthon is magántanárokhoz járok, meg ide-oda. Azért nem fogom így feladni. Nekem tanulni kell. Ez az életem, érted? Hogy legyen belőlem valami, hogy majd később édesapukám majd büszke legyen rám, hogy elértem egy pozíciót, vagy valami. Kicsit azért mesélj nekem erről Amerikában. Ott azért komoly szabadság van. Hát komoly szabadság, de érted? András, a lelkes újságíró. Passzívan leten tudod rád pirítani, hogy ez meg az. De nem, most érted, én itt vagyok 19 éves, tartom magam olyan éretnek már, hogy tudom, hogy mik a határaim, mert mit szabad, mit nem. Csak édesapám azt hiszi, hogy én valakivel beszélek, akkor már egyből is fekszek. Na, hát apád ezt hiszi, ezzel szemben pedig. Én megmondtam neki, mondom, ne magadból indulj ki. Ne magadból indulj ki. Na mindenki kérdez, hogy magából indul ki, nem? Amúgy őszintén most... Enyém van gyerekem. Nincs a... Mi a bajod velem például? Az, hogy elmentünk tornaszni, végigbeszélted az autóba az egész utat. Egy. Odaérünk a tornaterembe, kiröhögtél mindegy hülye gyereket. Tudom, milyen vicces jelentet? Mi az a nudli? De az ott ott van. Mi az a nudli? Következő. Következő, figyelj. Tudod, ahogy szóval tudom. Na gyerekek, én most nem azért hívtalak titeket ide étterem, hogy savazzatok, inkább felalkoz, hazamegyek. A családom női tagjai nem, hogy nem vesznek komolyan, hanem ők azt hiszik, hogy én mindig showman vagyok. Van a showmanség, meg van a családapa. Én otthon kisebbség vagyok, harman egy ellen. Nem vesznek komolyan, de ezt már megszoktam ennyi év után. Tudjátok, mi akartam mindig lenni? Mi akarok lenni főnök? Nem főnök akartam lenni, hanem híres ember lettem volna. Én megtanultam volna angolul, és én légutas kísérő lettem. Nem hiszem, ha aztán elmondtam meg, Lagzi utam, amikor elvettelek? Nekem is úgy, hogy amire realitén vele zuhant volna, fiam. De... Te lettél volna a légutas kísérő. Te meg végőzvegy lettél volna. Nem, csak ez nem jóra jött volna ki. Miért nem jól lett volna, jött volna? Te megbalonítottad volna a pilótát is, szerintem. Hát pedig mondtam volna, hölgyeim és uram, üdvözlöm Önöket a Malév 819-es budapesti állatokat. Mert kérem kedves utasainkat, hogy biztonságok érdekében biztonság véget legyenek bekapcsolva. Pilótán Gáspárné Balla Beáta és stewardessünk Virág és Evelinnel köszöntöm a következő járatokra. Akkor mondják, hogy és itt található ez, itt található az. Többé, mert ott fogytam, olyan sokkal rizi légutas is sérül lenni. Hát akkor nem akartam légutas is sérül lenni. Nem hiszik nekem, néztem most a neten egy tanfolyamot. És a tanfolyamnak az a lényeg, hogy angol nyelvtudás. Németül is kell, angolul, francia. Peste, az Üllői úton. Lehet, hogy beiratkozom. Asszony, az akarok lenni. Engem abba nem parancsol senki, sem apa, sem anya. De az én leszek, kit szeretek igazán. Eladom egy asszony. Köszönjük szépen, jó egészséget kívánok! Jó.
Jó, jövő inká Lagzid lesz a szúzok, majd a zenész, aki egy da-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 da. Mit varhatok? 10 évet, minimum. Hát 10-50 éves leszek, csaj. Hogy ne 50 évesen üljek be a templomba mögé? 49. Ha miért? Mai világban nem szabad elsőtni semmit, mindent nyugtával dicsérni a napot. Jó, van, egy van mindenki a modern, mint te. Ott van anyad, a 17 évesen megbolondítottam. 19. Az anyam, én. Csaj, 17 éves úr. 19. Akkor melyik mozit néztem?